Tessék, parancsolj! Köszönöm! Szívesen! Egyesével engedi be a gumikesztyűt viselő biztonsági őr az ügyfeleket a NAV szexuális kirendeltségére. A kiszolgáló térben csak annyian lehetnek, ahány ablaknál fogadni tudják az ügyfeleket. Emiatt sorok alakultak ki már szerdán is a NAV előtt, ezért a hatóság azt kéri, aki személyesen akar náluk ügyet intézni, az előtte foglaljon időpontot online. Fontosnak tartja az adóhivatal azt is, és kérjük, hogy az egészség megőrzés érdekében a halaszthatatlan személyes ügyintézés során, amíg nem tették meg, akkor nyissanak ügyfélkaput, vagy pedig igényeljenek telefonos ügyfélazonosító számot, úgynevezett PIN-kódot, azért, hogy a későbbiekben telefonon, vagy pedig online elektronikusan tudják intézni adóügyeiket. A vírus miatt rövidebb ideig vannak nyitva a NAV ügyfélszolgálatok is. A hatóság így akarja csökkenteni az ügyfelekre és a náluk dolgozókra ható kockázatot. Hétfőn és csütörtökön csak délig, pénteken pedig 11:30-ig fogadnak ügyfeleket. Az SZIA tervezeteket viszont hosszabb ideig lehet jóváhagyni, mielőtt azok véglegessé válnának. Egészen április 15-éig, tehát meghosszabbított határidőig, április 15-éig kérhetik a tervezetnek a postázását az adóhivataltól. Ezt többféleképpen lehet kérni, SMS-ben a 0633444304-es telefonszámon, kötetlen formátumú levélben, a 1819-es hívószámon, aztán a BEFTER formanyomtatványon és a NAV honlapjáról letölthető űrlapon. Sorra zárnak be az intézmények a koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel. Március elején fogadta el az üzemeltetés biztonsági tervét az ERÖV Víziközmű ZRT. Ennek alapján a központi ügyfélszolgálati irodák és ügyfélszolgálati pontjaik zárva vannak március 16-ától visszavonásig a koronavírus terjedésének csökkentése érdekében. Telefonon, levélben, online az ügyfélszolgálat továbbra is elérhető, felmerülő kérdéseikkel a fogyasztók megkereshetik a szolgáltatót. Hazánkban a csapvíz fogyasztásra alkalmas, ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Napi szinten több kritérium alapján ellenőrzik a hálózatba bocsátott ivóvizet megfelelő védőfelszereléssel a munkások. Most minden, ami kontakttal járó dolgunk volt a lakosságvel, azt fölfüggesztettük, tehát a vízóra olvasást, illetve a behajtás, pénzbeszedés dolgait, tehát innentől kezdve egy ideig biztos, hogy átlagszámlákat fognak kapni a fogyasztók, és utána lesznek majd ezek a dolgok bepótolva. Most rendeltük éppen el, hogy a korlátozott fogyasztókat is felszabadítjuk. Most azok is kapnak ivóvizet, akiknél korábban díjtartozás miatt szűkítőket szereltek fel. A cég vezetősége pedig azt kéri, hogy a számlákat mindenki fizesse be, de lehetőleg online utalással.